az anyateljes szoptatás fontosságára hívták fel a figyelmet. A legalább fél évig szoptató anyukákat várták a Városházára. Adományokból építenének fel újra egy egykori képoszlopot. A Magyar Történelmi Szalona betelepített svábok által állított képoszlopot készítetni el újra. És új szponzor, új név, új mez, új játékosok. A budaörsi kézilabda csapat már a negyedik szezonját kezdi az NB1-ben. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Anyateljes napot tartottak a Városházán. A rendezvény nem számít újdonságnak, minden évben megtartják, és arra legalább fél éven át szoptató édesanyákat hívják, hogy elismerjék azt az energiát, ami az anyateljes táplálással jár. A szoptatás világnapját egyébként 1992-ben indította az Egészségügyi Világszervezet, hogy felhívja a figyelmet az anyateljes táplálás fontosságára, hiszen az nem csak az anya és a baba közti megfelelő lelki kötődésben, de az immunvédelemben és a felnőttkori egészségben is nagy szerepet játszik. Azzal, amit önök is tesznek, és azzal, amivel szerencsére nagyon sokan, hogy több mint fél év, és a fél éven túl is kapnak a gyerekek anyatejet, nagyon komoly, pozitív egészségügyi hatása van a gyerekek számára is. Felére csökkenthetőek azok a nagyon gyakori gyermekbetegségeknek a kockázatai, amelyik gyomor problémákat vagy légúti fertőzéseket okozhatnak, megvédheti a gyermeket, a csecsemőt az asztmától, középfülgyulladáshoz, túlsúlytól, sőt a későbbiek során kialakuló kettes típusú cukorbetegség kialakulásának az esélyét is csökkenti, és azt is kimutatták, hogy a intelligencia fejlődésére, az IQ növekedésére is hatással van az, hogy a gyermekek milyen táplálékhoz jutnak, és minél tovább anyatejet kapnak, annál jobb ez a helyzet. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Vittinkov Tamás budaörsi polgármester az idei, immár 13. anyatej világnapja rendezvényt a Városháza dísztermében. Ebben az évben 200 olyan édesanyja kapott meghívást az ünnepségre, aki legalább fél éven át anyatejjel táplálta gyermekét. Az anyatej mindig egy nagyon fontos tényezője a kisgyermeknevelésnek, főleg az első életében van kiemelkedő jelentősége. Annyiból másabb a rendezvényünk, hogy ezt mi nem promotálási céllal hozzuk létre, hanem gyakorlatilag egy visszacsatolást adunk azoknak az édesanyáknak, akiknek ez sikerült. És ezt egy oklevéllel, egy virággal, és természetesen elismerő két védőnői puszival jutalmazzuk. Tehát igazából ez egy elismerése ennek a feladatnak, nem elsősorban arról szól, hogy mindenki szoptatjon, mert aki itt van, mindenki szoptatott. A megjelent édesanyák többsége rendkívül fontosnak tartotta az anyatejjel történő táplálást, hiszen saját maga is tapasztalhatta azt a sok-sok pozitív hatást, amelyet az anyatej jelentett. Amikor készültem az anyaságra, akkor találkoztam egy olyan szülésznő orvossal, aki nagyon sokat segített abban, hogy erre felkészüljünk, és belássam, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és bármilyen nehéz is, ki kell tartani, és kisfiamon láttam, hogy ez mindent megér, és támogatok minden anyukát abban, hogy minél tovább sikerüljön szoptatnia. Ugye Ádám már több mint egy éves, és szerencsére ő még mindig szopizik, és én nem bánom, és ez nem nyűg. Nagyon nehezen indul, de most már örülök. Mik a tapasztalatok egyébként, mennyire tud megbirkózni jobban a betegségekkel esetleg, vagy mennyire alakul ki szorosabb kötődés önök között? Hát szerintem a kötődés, meg az, hogy könnyebben meg tud nyugodni, az biztos, hogy így van. A betegségek itt sem kerültek el minket, nem tudom, mi lett volna, hogyha ez nincsen, de szerintem sokat segít neki, én azt gondolom, hogy inkább lelkileg fontos ez. A hivatalos adatok és a komolyabb gondolatok mellett természetesen a nagyobb gyerekeket arcfestés, a kisebbeket pedig játszósarok várta. Emellett a kisgyerekes anyukák még egy rövid kis kerekítő foglalkozáson is részt vehettek a szervezőknek köszönhetően. Jaj, de jó lett nekem egy sokkal nagyobb szélforgó. Ennél is nagyobb. Igen, egy óriási. Meg is próbálok varázsolni egyet. Varázsolni. Igen, igen, mondom is a varázsszavakat. Abrakadabra, legyen itt egy nagy, hatalmas szélforgó. Hup, hup, hup. Segítsetek a varázsszavakkal, adjuk elő a varázspálcákat, anyukák. Jó, egy varázspálca, még egy varázspálca. Mondjuk együtt, hogy abrakadabra, legyen itt egy nagy,
Ahogy megérkeztek a pszichológiai kutatások, ebből kiderült, hogy az anyatej nem csupán a testet táplálja, hanem a kötődési nevelésnek alapvetően fontos az a testkest kontaktus, az az odaadott 20 percnyi figyelem, amivel nagyjából egy szoptatás jár. Különbontandó statisztikánkat az első 3 és a következő 6 hónap szoptatás, mindig az országos átlag fölött vagyunk Budaörsön, és igyekszünk is ezzel mindannyian nagyon sokat tenni, hogy ez így is legyen. Mindig komoly kérdés, ugye, hogy meddig érdemes egy gyereket anyatejjel táplálni? Ez egy nagyon egyedi kérdés. Vannak babák, akik elválasztják magukat, és esetleg hamarabb lezárják a szoptatási időszakot, mint ahogy szakmailag azt mi indokoltnak, vagy jónak tartanánk, abba bele kell törődnünk, ez egy 2 emberes feladat. Nagyságrendileg 2 éves korig szoktuk javasolni, egyre csökkenő tendenciában 1 év fölött már elsősorban nem a táplálás a fő célja, hanem valójában ez a kötődés, hogy az agyatej mindenféle problémának megoldása lehet, az elestem, beütöttem, fáj, félek, ez mind-mind szoktatással orvosolható. A játékos program végén természetesen idén sem maradt el az oklevél és az ajándék, amellyel a védőnők megköszönték az édesanyák álhatatos munkáját. A történelmi szalon, méghozzá a Magyar Történelmi Szalon munkatársai, amikor a Heimatmúzeum fotói között válogattak, akkor egy képoszlop képére bukkantak. Aztán kiderítették, hogy ez Hajdon a Lilium utcában állhatott, és feltehetőleg a betelepített svábok állították ezt a képoszlopot. Itt van a stúdióban Szaploncai Marian, a Magyar Történelmi Szalon elnöke. Kezdjük, jó estét kívánok! Egyszerűen megtalálták ezt a képoszlopról készült képet, és úgy döntöttek, hogy akkor ezt újra kell építeni, újra kell állítani? Jó estét, köszöntöm a nézőket is. Igen, úgy gondoltuk, hiszen a nevünkben is benne van, hogy a történelemhez kötődő emlékekkel is kell foglalkozzunk, és biztosan emlékeznek a nézők, sokan ott lehettek, amikor kitaláltuk több évvel ezelőtt, hogy Csengő Rímek Csillogó Borok néven egy olyan városi összefogást hirdettünk, ahol több kiállítás és minden a budai borvidékről szólt. És egy kicsit úgymond nehezményeztem akkor, hogy 1990-ben jött a besorolás, hogy létrehozták az Etyeki borvidéket, és a 97-es bortörvénnyel csatolták hozzá a budai borvidéket. Budaörsnek nagyon nagy borászati múltja van, amit úgy tűnik, hogy kicsit úgymond a városban elfelejtettünk, mert kár volt azt a közel 700 darab pincét tönkretenni és átalakítani, egy csodálatos bor település lehettünk volna. Hát mert már szülők hiszen nincsenek. A múltunk erre predesztinált. De szülők már nincsenek. De akkor is be lehetett volna rakni, mint korábbi bortelepülést, legalábbis a kapcsolódó. Tehát nem mint aktív, de mint hajdani bortelepülést be lehetett volna rakni akkor, hogy szerepeljen a város neve, és ez adott volna lehetőséget arra, hogy borászati rendezvényeket lehessen itt tartani, és ezért rendeztem én ezt az elsőt, de sajnos nem követte semmi utána. És most mert egy kicsit úgy voltam vele, hogy az Etyeki eléggé túl hangsúlyozott, hiszen annak már hagyománya van, és a budai egy kicsit háttérbe van szerintem szorítva, és úgy gondoltam, hogy akkor legyen egy ilyen kiállítás. És egy nagy városi rendezvény. És itt bukkantak a képoszlopra? A Heimat Múzeumban ennek kapcsán kutattuk ugye a budaörs borkultúráját és a szőlészeti múltját, és így kerültünk véletlenül, teljesen véletlenül bukkantam rá az egyetlen egy szál fotóra, és alig tud róla bárki bármit, tehát még nem is nagyon emlékeznek rá az emberek. A fotóra hátára csak annyi van ráírva, hogy Lilium utca. Ezért gondoltuk úgy, hogy miután nagyon sok ilyen szakrális kisemlék ugye eltűnt, vagy elveszett, megsemmisült, megrongálták, enyészetté vált, hogy mi ezt a kép alapján teljesen hűen visszaállítjuk, és nyilván nem ott, ahol Hajdan a helye lehetett, de a közelben, hogy a Naphegyihez kötődő, hiszen a Naphegy volt az egyik leghíresebb szőlőtermő vidéke a budai borvidéknek is, amelyik ugye Szentendrétől Nagytétényig
végig a budai dombságot és a lankákat beborította, hogy a naphegyi szőlőknek és a németek szőlő kultúrájának, hiszen ők virágoztatták föl Budaörsön ezt, állítunk emléket. Én úgy mondtam a bevezetőben, hogy a Magyar Történelmi Szalon munkatársai, de hát a Történelmi Szalon az egy civil szerveződés, nincsenek munkatársai, talán pontosabb lett volna úgy fogalmazni, hogy aktivistái, mert hogy önöknek nyilván pénzük sincsen arra, hogy ezt felállítsák, újraállítsák. Honnan teremtenek elő ehhez forrásokat? Igen, miután non-profit szervezet vagyunk, csak a tagdíjakból, adományokból és a különböző pályázatok útján nyert pénzből gazdálkodunk, ezért erre is pályázatokat nyújtottunk be. Sajnos Budaörs Város Kulturális Bizottsága ezt a pontot kihúzta és nem támogatja, de sikerült pályáznunk az észak-magyarországi német nemzetiségi önkormányzatok szövetségénél, jó rövidített neve van, hogy EMNÖS, így kell ejteni, igen, és a budaörsi német nemzetiségi önkormányzat is támogatott. Ez az összeg elég ahhoz, meg a különböző ingyenes rendezvényeinken gyűjtött adomány, hogy a kerámiát és magát a kőszobrász munkát tudjuk belőle fedezni. Felkértük, most akkor szót ejthetek arról is, hogy kit és miért választottunk. Miután szakrális emlékről van szó, mi úgy gondoltuk és úgy éreztük, hogy olyan alkotókat kell fölkérni, akik nem csak szakmai tudással, hanem hittel is állnak ehhez a munkához. Ezért esett a választás Petrás Máriára, a Magyar Örökség és Primissima díjas kerámikus művészre, csángó származású. Köztudott, hogy mennyire erős a csángók Mária hite, és azt hiszem az ő munkáit most már mindenki, hála Istennek, határon túl is ismeri. Mi is mutatunk képeket, ezeket önhoz. Igen, köszönöm, hogyha bemutatják. Ő nem mondta azt, hogy na de hát ebben nincs művészet, hát itt van egy kép, amit meg kell alkotnom. Hát azért az alkotónak nem szabunk határt, és nyilván a művész egyénisége az benne lesz az ábrázolásban. Igen, itt próbáltam megrajzolni, és azt hiszem, akkor ezt is bemutatják, hogy az eredeti fotón nagy nehezen hogy lehetett kivenni azt, hogy mi volt a szent kép, ez a dombormű. Mária tartja a kis Jézust, egyik kezével a derekát, másik kezével a Jézus felemelt lábát tartva, és mi úgy gondoltuk, hogy miután ugye a németek szőlő kultúrájának állítunk ezzel emléket egyben, ezért szeretnénk, hogy a kis Jézus kezébe egy szőlőfürt kerüljön. Vannak ilyen ábrázolások, tehát rengeteg olyan ábrázolás van, ahol almát, körtét, mindenféle gyümölcs, nyilván jelképes ábrázolások ezek, tehát megvan a jelentés tartalma. Mi is ugye Jézus vérét ugye a szőlő jelképezi, tehát ennek is azt hiszem dupla jelentése lesz. Még folyik a gyűjtés, tehát még kell pénz ahhoz, hogy ez megvalósuljon, vagy most már mindenki egyenesedett? Sajnos nem, mert ugye a Szaksz László úr, aki a budaörsi ónémet temetőnek a sírjait restaurálta, tehát kapcsolat van Budaörssel, és a környékbeli kőbányákkal rendszeresen ugye a munkája kapcsán kapcsolatot tart. Mi támogatásért folyamodtunk az egyik ilyen kőbányához, és kértük, hogy támogassanak minket ezzel a kőanyaggal. Ugye a kerámiára, a képoszlopnak, a kőmunkálataira és a fuvarozás talán nagy részére megvan az összeg, ami szükséges, de sem az ünnepi szenteléshez, tehát hogy az méltó legyen,
amit október 8-ára szánunk, sem pedig az ilyen egyéb fölmerülő költségek, mint tábla, emléktáblát kell rakni, föl kell szakszerűen állítani. Tehát sok olyan költség van még mellé, amire szeretnénk, és köszönöm az önök támogatását és segítségét is ebben, felhívni a lakosság figyelmét, hogy tegyék meg, és a Magyar Történelmi Szalon OTP-nél vezetett bank számlájára képoszlop támogatása címen legyenek szívesek hozzájárulni. Kírjuk ezt a számlaszámot. Köszönöm. Egyébként ilyen képoszlopokat külföldön nagyon sok helyen lehet látni, akár Görögországban, akár Németországban, de Ausztriában is, de itt Budaörsön is van ilyen, tehát nem ez lesz az első képoszlop azért. Nem, és szerintem több is lehetett itt Budaörsön, hiszen ugye a német telepesek úgy mondták, ugye a mondás úgy mondja, hogy az első meghalt, a másik második szükséget szenvedett, és a harmadik volt az, aki már megkereste a kenyerét, és már megteremtette azt a szorgalmuk által azt a gazdagságot, hogy megengedhették maguknak, ugye ezeket többnyire civil családok állították. Tehát ezek nem egyházi kezdeményezésű kisemlék, szakrális kisemlékek, hanem ezt általában egy-egy család állította. Volt ezeknek valami funkciójuk? Igen, volt. Hát egyrészt védelemért nem véletlenül volt, hogy egyházi szenteket, vagy Máriát, Jézust és ilyeneket ábrázoltak rajtuk. Másrészt sokszor előfordult, hogyha megmenekültek, mondjuk egy jégverés nem vitte el a szőlőt, akkor hálából, tehát vagy felajánlásként, fogadalomból, hálából állították ezeket, és többnyire gondolom, hogy itt is a Naphelyre vezető dűlőút mentén. Tehát sokszor ilyen határoló vagy határjelző szerepe is volt ezeknek az oszlopoknak. Mikor terveztük, hogy meghívjuk a stúdióba és beszélgettünk erről a kollégáimmal, akkor én végeztem egy közvéleménykutatást és kérdeztem, hogy szerintük mire jó ez a képoszlop, és jött egy érdekes magyarázat, hogy hát nyilván ezt azért állították, hogy amikor a szőlőben dolgoztak, vagy bárhol, és nem volt idejük lemenni a templomba, akkor ott imádkozzanak. Ez akkor nagyon félremegy? Tehát ilyen funkciója soha nem volt? Egyáltalán nem. Úgy, ahogy a kőkereszteket is azért állították, és sok helyen, például, ahol nem volt templom egy kisebb településen, ott akár egy képoszlop vagy egy kőkereszt is ellátta ezt a funkciót, és sokszor csoportosan oda mentek imádkozni. Úgyhogy remélem, hogy a budaörsi Naphegyre kirándulók nem kerülik el ezt a helyet, és akár még egy imát is elmondanak előtte. Azt említette, hogy pénzzel nem segítette az önkormányzat szakbizottság önöket, de az engedélyt azt nyilván megadták, tehát felállíthatják ezt az oszlopot. Az az igazság, hogy eredetileg nem ide terveztük, hanem a Lilium utca középső szakaszán, ahol az a kiszélesedő rész van, oda gondoltuk, hogy ott egy kis parkkal kiegészítve, ugye egy, a kirándulóknak egy ülő lehetőséggel, vizes, egy kúttal, személygyűjtővel, és ugye a kutyásokra is gondolva nekik is egy szemetessel, hogy ezt ki kellene alakítani. De az a gond, hogy ott az elműnek két oszlopa van, és ugye ezt akkor valahogy nem kaptam kellő felvilágosítást, hogy általában az elmű ezt be is jegyezteti, tehát ott nem lehet nélkülük semmit tenni. Azt pedig, hogy földkábelt helyezzenek el helyette, és úgymond ez a terület felszabaduljon, az egyelőre nem lehetséges. Lehet, hogy a későbbiekben meg lehet ezt oldani, majd sok-sok év múlva, de ez most nem megoldható. Ezért az Alma utca 4 előtt a kerítésbe beállítva. Tehát akkor magyarul magánterületen? Ami tulajdonképpen mi az Alma utcában, ott is ugye végig ilyen nadrágszíj parcellákon végig szőlők futottak föl, tehát mondjuk a hely az teljesen hiteles, ott rengetegen sétálnak
ugye főleg a kutyások, de majd táblát is helyezünk ki, hogy a kirándulók is meglássák, hiszen a saroktól egy ugrásra van, és így nem kellett engedélyt kérni hozzá, hogy föl tudjuk állítani. Nagyon érdekes. Hát kívánom, az hogy szék, sikerüljön. Hogy mondjam, az a bejegyzett székhelye is a Magyar Történelmi Szalonnak, tehát mondjuk indokolt, hogy a 16 éve működő Magyar Történelmi Szalonnak is úgymond egy ilyen emlékhelye legyen. Kívánom, hogy sikerüljön, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Egy Ipoly Arnold idézetet szeretnék elmondani, hogyha megengedi még. Ipoly Arnold ki volt, mit kell róla tudni? Ipoly Arnold azon kívül, hogy egy nagyon sokrétű személyiség, és Besztercebányai majd erdélyi püspöke volt, azt kell róla tudni, hogy ő volt a magyar művészet történet, és azt is mondhatnám, hogy a műemlékvédelem úttörője. Tehát ezért gondoltam, hogy tőle választok idézetet, és a pályázataim is ezzel az idézettel kezdődnek, amely így hangzik. Azon nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, az a saját síremlékét készíti, és az vesztesége az egész emberiségnek. És a másik, őrizzük, tehát gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, és ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, és kétesebb a jövő. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kézilabda következik, mert hogy átmenetileg szünetel a sportmagazin a Budaörsi Városi Televízióban, ezért a legfontosabbakat itt a Városi Magazinban mutatjuk meg. Az NB1-ben szereplő budaörsi női kézilabda csapat a Móira Budaörs Handball néven folytatja. Az idei egyébként már a negyedik szezon, amit az élvonalban kezd a gárda. A játékos mozgása korábbi évekhez képest szerényebb volt. 4 kézilabdázó érkezett, 8-an pedig meghosszabbították szerződésüket. Süle Krisztina személyében egy új erőléti edző csatlakozott a stábhoz. A képességfejlesztő részben vett részt nyáron, de azt gondolom, egész évben itt. Ebben fog nekünk segíteni. Illetve Kéri Zsófia személyében egy gyógytornász is csatlakozott a felkészítő tímhez. Ők már segíthettek annak a 4 új fiatal játékosnak a felkészülésében és beilleszkedésében, akiket Mihály Attila vezetőedző mutatott be a sajtó munkatársainak az évad indulását megelőző tájékoztatón. A csapatkapitány Hornyák Ágnes lett. Ő egyébként az utánpótlás nevelésben is fontos szerepet vállal. A csapat vezetőedzője szerint a felkészülés jól sikerült, ami reményt ad arra, hogy egy fiatal, dinamikus és stabil gárdával indulhasson el az idény. Idén sokkal kisebb volt a játékosok mozgása, ami nyilván egy kicsit stabilabbá tette a csapatunkat, illetve azok, akik érkeztek, azok azon, hogy viszonylag gyorsan fel tudták venni azt a ritmus és azt a játék filozófiát, amit mi szeretnénk képviselni ebben a szezonban. Éppen ezért kicsit bizakodóbb vagyok, viszont azt tudomásul kell venni, hogy azon kívül nem csak mi, más csapat is nagyon sokat dolgozik, tesz azért, hogy eléri az eredményét. És azt gondolom, hogy egy rendkívül kiegyensúlyozott bajnokság lesz nem csak a középcsapatok, hanem az utolsó 6 csapat szempontjából is, ezért minden mérkőzésnek rendkívül fontos jelentősége lesz. Én nagyon bízom abban, hogy elérjük az alapcélunkat, ugye, ami a magabiztos bennmaradás, és ezen felül gyakorlatilag bármi lehet, de ez, ahhoz, hogy elérjük, azért nagyon sokat kell még dolgoznunk, szerencse is kell, és nyilván ezért meg kell tennünk mindent azért, hogy ezt elérjük. Itt a fiataloknak elhangzott, hogy a stabilitás megteremtése a legfontosabb feladata. Hogyan történtek az igazolások, mennyire voltak ezek előre meg átgondoltak, hogy tényleg megtörténjen ez, és esetleg továbbra is lehessen lépni? Nyilván ez már tavasszal elkezdődött idei csapat építése. Szerettünk volna, gyakorlatilag olyan posztokra igazoltunk játékos, ahol szerettünk volna, tehát igazából senki olyasmi nem érkezett. Tudtuk, hogy ki fog távozni, tudtuk, hogy milyen posztra keresünk játékost, és gyakorlatilag
gyakorlatilag nem volt, viszont nem volt sok kérdés. Nyilván, ahogy itt hangzott a sajtótájékoztatón, meghatározó játékos, olyat játékos, aki az NB1-ben igazán meghatározó, egyénileg olyat nem tudunk igazolni. Sikerült viszont több olyan junior játékost leigazolni, akik a játékuk alapján egy-két éven belül csapatban és egyéniben is meghatározó személyiségekké válhatnak. Ilyen volt Hajdú Csenge is a jobb átlövő poszton. Itt a családbarát koncepció, amit felépít ez a klub, annyira szimpatikus, és szerintem ez lehet a jövő kulcsa. Úgyhogy nem sokat mérlegeltem azon, amikor volt ez a lehetőségem, mert szerettem volna ide jönni. Itt Mihály Attila részéről elhangzott, hogy a feladatotok a stabilitás megteremtése lesz. Ezt miben látod te, mit tudsz hozzátenni majd a csapathoz? Igen, úgy gondolom, nekem azért az elősebb oldalam a védekezés, legfőképp ebben szeretnék segíteni, de ugyanakkor támadásban is, mivel én balkezes vagyok, és eddig nem volt balkezes átlövője a csapatnak, így legalább egy változatosságot teremtünk ezzel, több variációs lehetőséget, és ezzel okozhatunk meglepetéseket. Mennyire sikerült a felkészülési időszak alatt beilleszkedni, és hát megteremteni azt az összhangot, ami kell egy csapatnak? Igen, úgy gondolom, hogy viszonylag magam is meglepődtem, hogy milyen könnyen beilleszkedtem magába, nem csak a csapatba, hanem így a játék közegbe is, úgyhogy én nagyon örültem ennek, és szerintem azért, hogy jó így a biológiája a csapatnak, vagy a kémiája, és így szuper lesz majd. Mit vársz tőle, milyen eredmény? Mindenképpen a középmezőnybe szeretnénk megerősíteni az előző pozíciókat. Nyilván azért még nehéz itt megjósolni, hogy mi lesz a bajnokságban, hiszen minden csapat minden évben változtat kisebb-nagyobb dolgokat. Én úgy gondolom, hogy van esélyünk előrébb is lépni a tavalyi helyezéshez képest. Pásztor Noémi a csapat junior világbajnok tagja is biztatóan nyilatkozott. Szerinte is van esélyük előre lépni az őszi idényben. Én reménykedem benne, hogy minél előrébb tudunk végezni. Tényleg, én mindig is pozitív voltam, és én minden meccsnek úgy megyek neki, hogy győzni lehet, akár az első ellen játszunk, akár az utolsó helyzettel, úgyhogy én tényleg a legjobbakra számítok. Reméljük, Noémi prognózisa igaznak bizonyul, és sok örömet, izgalmat és szép sikereket hoz majd a megújult csapat a budaörsieknek. Ide került a szerdai adásnapra a Sporttárs, ez következik mindjárt a Városi Magazin után. Straub Dezső lesz ma Hegy Iván vendége nem sokára, de most előtte még programajánló. Indul a színházi szezon. A budaörsi Latinovics Színházban elsőként Szigligeti Ede Lilion Fi című darabját láthatják csütörtökön este 7 órától. A darabot ifjabb Vinyánszki Attila rendezte. 2017-ben jelent meg Bödőcs Tibor humorista első kötete, az Addig se iszik. Stand-upos fellépései mellett ritkán tudott eddig felolvasást tartani. Ez egy kivételes alkalom lesz pénteken este 7 órától a Jókai Mór Művelődési Központban. És végül, de nem utolsó sorban, utcák és baráti társaságok közötti labdarúgó bajnokságot hirdet a Kamaraerdei Közösségi Ház és a Kamaraerdei Részönkormányzat. Szeptember 8-án 10 és 14 óra között a Hosszúréti Patak menti sétány középső focipályáján. Nevezni csütörtökig tudnak Új Róbertnél a 0620 219 46 33-as telefonszámon. Legvégül pedig az elérhetőségeink. Ha van kérdésük, véleményük, hozzászólások, javaslatok bármivel kapcsolatban, ami budaörsi, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. Ha pedig nem látták valamelyik műsorunkat, akkor nézzék meg a honlapunkon, a bvtv.hu oldalon, vagy a YouTube csatornánkon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Városi Magazinnal legközelebb pénteken 18 órakor jelentkezünk itt, a budaörsi Városi Televízióban.